hogy hogyan találtam rá a Hauska kozmetikára. Én is, amikor elvégeztem a kozmetikus képzőt, rengeteg kérdésem volt, és nem kaptam rá válaszokat, mert az volt a válasz a másik fél részéről, hogy hát ezt így kell csinálni. De nekem ezek a hagyományos kozmetikai alapelvek nekem túlságosan erőszakosak voltak. Nem értettem, hogyha én úgy fogtam fel akkor így az emberi működést, vagy a szervezetet, mint egy csoda. Vagyis már most is így fogom fel, csak akkor tudom, hogy ez volt a fordulópont, hogy az élet annyira gyönyörű, úgy van kitalálva minden, hogy minden a rendjében megy, minden valami rendet követ, valamihez, ciklushoz, bármivel kapcsolódik, hogy pont ez az ember hibája például, hogy nem megy be a bőrébe a víz, és minden áron kívülről akarjuk besajtolni mindenféle gépekkel, kezelésekkel. Szóval nekem ez olyan abszurd volt, hogy akkor hibásak vagyunk, hogy ez lenne a kozmetika. És így éreztem emögött ezt a hazugságot, vagy hát most ez ilyen durván hangzik, de tényleg egy ilyen... Tudatlanság. Igen, az, hogy valótlant állít, hogy valótlant akar kínálni, hogy őrizd meg a fiatalságod, meg hát ezek a dolgok, hogy ennek, amiről te is ugye beszéltél, hogy ez egy folyamat, ezt el kell fogadni. És akkor a Hauska kozmetikával, amikor megismerkedtem, egyszerűen éreztem, hogy így rátaláltam arra, ami nem megerőszakolja a bőrt, vagy a folyamatait, nem akar semmi mást, csak egyensúlyt teremteni, és ezt valahol így belülről teszi, tehát hogy nem kívülről, és hogy én ennek lehetek az eszköze, de a másik embernek kell ezt véghez vinni, úgyhogy én mindig arra biztatom a vendégeket is, hogy eljöhetnek hozzám a kezelésre, és nagyon fontos, mert az az élmény az egyszerűen felbecsülhetetlen, amit kap a kozmetikába, de önmagáért a legtöbbet otthon tehet a napi ápolással, hogy törődik magával, hogy odafigyel arra, hogy hogyan érinti meg magát, és milyen kozmetikummal teszi ezt, hogy az mennyire tiszta, vagy ennek a másik kicsit hamis világnak a része. Tehát, hogy én eszköz lehetek arra, hogy valamit megtaláljon, vagy kapjon, vagy megtanuljon, de az már rajta áll, hogy mit tesz önmagáért, vagy a szépségéért. Úgyhogy én ezt úgy is fogom fel, így Hauska kozmetikusként nekem ez egy... Én ezt ilyen küldetésnek érzem.